állapítom, hogy a képviselőtestület határozott képes. Városunk képviselőtestülete a héten munkarendszerinti ülésen tanácskozott. Számos témát megvitattak, köztük talán az egyik legérdekesebb, vagy legfontosabb, városunk 2023-as költségvetési rendelete volt. Üdvözlök minden érdeklődött. Igen, a tervezett testületi ülés egyik legfontosabb témája a költségvetés. Én azt gondolom, hogy minden évben ez ugye fölmerül, hiszen február 15-ig elő kell terjeszteni, és utána március 15-ig el is kell fogadni a költségvetést. Gyakorlatilag a költségvetés, ez egy keret, hiszen mindenki otthon is a tervezésnél tudja pontosan, hogy tervezni tervezünk, de hogy ebből nagy biztonsággal 60-70%-a megvalósul, akkor már jó volt a terv, ha meg ettől magasabb, akkor kitűnő, és ha 50%-ig megvalósul, akkor ez még egy jó terv. A város költségvetését is elég nehéz volt most megtervezni, nem csak a miénket, hanem bármely más város költségvetését megnézzük. Rendkívül rossz az ország helyzete is, hiszen elhangzott a képviselők részéről, hogy mi van, ha a kormánynak sem lesz pénze, mi van, ha a kormány se tud adni, hát akkor valószínűleg már csőd lesz. Tehát ez nem a önkormányzatokra és nem a településekre tartozik, ez a kormány gazdasági politikája, aminek szerves része az önkormányzat, szerves része az állampolgár, az adózó állampolgár, akinek az adóját beszedi az állam, és utána elosztja. Az, hogy a felhasználás és az elosztás ez mennyire releváns és mennyire jó, ez az állam, a kormánynak a felelőssége. Az, hogy mennyi adót hagy az önkormányzatoknál felosztásra, és hogy mennyi támogatást ad az önkormányzatokhoz, az is a kormány felelőssége. Az, hogy keveset hagy, ez is a kormány felelőssége, és hogy ebből a kevésből valóban lehessen a városokat jól vezetni és jól működtetni, ez pedig az önkormányzatok felelőssége, de nagyon sajnáljuk, hogy olyan kevés lehetőség marad az önkormányzatok kezébe, hiszen a kormány gyakorlatilag mindent központosít, mindent elvesz. A költségvetések kapcsolatosan ugye nem fogadta el a képviselőtestület, azt azért megjegyezném, hogy a képviselőtestületből 6 képviselő elfogadta, de sajnos ez a minősített többséghez kevés, ehhez 7 igen szavazatra van szükség minden esetben Malmazújvásárhelyi Önkormányzat képviselőtestületében, ez nem volt meg, volt 6 igen szavazat, egy tartózkodás és 4 nem szavazat. Azok, akik a Malmazújvásárhelyi költségvetésében egyébként módosító javaslatokat tettek, és ezek a módosító javaslatok azt hiszem majd, hogy nem mind be is került a költségvetés tervezéséhez, és utána magát a költségvetést nem fogadják el. Ezt az ellentétet nem nagyon értem. Minden esetre hozni fogjuk a költségvetést természetesen. Most már az elfogadott határozati javaslatokban elfogadott módosításokat nyilván bele fogjuk szerkeszteni a költségvetésbe, nyilván egyeztetéseket még fogunk lefolytatni. És egy nem teljesen új, mert ez nem igaz, egy módosított költségvetést fogunk a képviselőtestület elé hozni. Volt egy nagyon érdekes képviselői indítvány a Ferenczi Mária képviselőasszony részéről, amelyet nem is értettünk, teljesen nonsensnek tartottuk, és tartjuk ma is, hogy az állam bérkompenzációjával ne kelljen számolni a önkormányzatnak, mert az nincs itt. Az Balmazújvás esetében azt hiszem egy ilyen 165 millió forintos tétel, ezt ne számoljuk bele a költségvetésbe. Szerintem ez egy olyan tájékozatlanság és egy olyan képviselői hozzáállás, ami megengedhetetlen. Tehát ilyen felkészültséggel beülni egy képviselőtestület ülésre, ez felháborító. Megnéztünk több önkormányzatot, minden önkormányzatnál szerepel az állami bérkompenzáció. Betervezésre került mindenhol, úgyhogy üzenem a képviselő asszonynak, de bár nem üzengetek innen, hogy igenis ennek utána kell nézni, mert a költségvetés felelős tervezéséhez az állami hozzájárulásnak a tervezése is hozzátartozik. A hivatal szakmai munkáját szinte kivétel nélkül elismerték a képviselők. Ugye javaslatok, amiket a képviselők tettek, kerültek be a határozati javaslatba. Mit lehet még tenni annak érdekében, hogy ezt a költségvetési rendeletet a határidőig, ami most már csak egy szűk hónap, el lehessen fogadni? Semmi másról nincsen szó.
azokat a javaslatokat, amelyeket elfogadott a képviselőtestet, beépítjük, átvezetjük a sorokon, hiszen azok módosításokat okoznak. Volt egy javaslat, amelyben a gázmotor projektünk befejezésére irányul, hogy feltétlenül be tudjuk fejezni a gázmotor projektet, ezért ez a javaslat határozat formájában bekerült a beépítendő elemek közé, hogy a szükség esetén akár hitelt is fölvehessen az önkormányzat azért, hogy befejezhessük ezt a nagyon fontos programunkat. Én azt gondolom, hogy innestől kezdve pedig már a józan ész és a képviselők pozitív hozzáállása az önkormányzat a város működtetéséhez, mert a működtetéshez szükséges a költségvetési rendelet, a működtetéshez szükséges a költségvetés, amelyet egyébként rendelettel bármikor lehet módosítani, ha új olyan tényezők merülnek fel, amelyek nagyszabású változást okozhatnak a város pénzügyi helyzetébe. Tehát változtatásra mindig van lehetőség. Itt úgy látom egyébként, hogy az elfogadásra nem nagyon van hajlam, az akadályoztatásra van, de mi a többszöri tárgyalásos rendezés pártján vagyunk, hiszen a három képviselővel is egyeztettem a konszenzus kialakulása irányába, tehát egyeztettünk annó a tűzoltóság kérdésében, mind a tűzoltóság elnökével, dr. Tiba Istvánnal, most a képviselőkkel, a fideszes képviselőkkel, a Tóth Attilával, a Gacsályi Bolyával és a Béke Imréné képviselőkkel. Kértük a javaslataikat, gyakorlatilag kérdezni kérdeztek, javasolni nem nagyon javasoltak semmit, de azt gondoljuk, hogy vannak még javaslatok a tarsolyukban, ezeket várjuk a további egyeztetéseken, mielőtt még a költségvetést újra a képviselőtestület elé nem terjesztjük. Polgármester úr, bízik-e a határidőre történő elfogadásban, illetve hogyha ez valamilyen okból nem történne meg, ez akadályozhatja a város működését? Ebben most, ezt most megkerülném ezt a választ egy bizonyos ponton, mert megtanultuk tavaly szeptembertől egész hosszú időn keresztül, hogy mit is jelent ez az akadályoztatás. Bár a képviselők azon része, akik nem szavazták meg a költségvetési rendelet módosítását, azt mondják, hogy itt semmiféle akadályoztatás nem történt, nem igaz, a szakmai munkában óriási lemaradásaink voltak. Míg most kezdjük ezeket behozni a könyvelésben, ezért voltunk csúszásban, meg vagyunk csúszásban a szakmai munkával, mert akadályozzák a szakmai munkát. Egyébként mindenre van lehetőség, a törvény nagyon sok lehetőséget ad, és természetesen élni fogunk minden olyan eszközzel, ami ahhoz kell, hogy vezessen, hogy a költségvetést időre elfogadják. Ez a képviselő testületnek a feladata. Ez nem egy kiváltság, nem egy én eldöntöm, majd elfogadom, nem fogadom. Nem. Ez a város működtetéséhez szükséges. Ez kötelező, ezt el kell fogadni egy költségvetést. Aztán, hogy ez a költségvetés egyébként, ami egy szakmailag jól összerakott költségvetés, az elvárásoknak megfelel, tartalékokkal, valós tartalékokkal is rendelkezik, ez a költségvetésnek az elfogadása kell a város működtetéséhez. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen, 4 nem, és egy tartózkodással nem fogadta el a költségvetési rendeletet.